Tudomásomra jutott, hogy egy pár fasz megtalálta az elvárokat a víz alatt, és elkezdte őket árusítani. Most beszélgetünk velük. Itt van. Szép napot kívánok, uram! Hé, hey, haver! Nem a te anyád van itt hátul a sarkon, aki mindenkinek könyörök, hogy Lőci, ülj a számra, és adok egy rágógumit! Hé, hey, haver! Most miért kötözködsz? Tényleg? Én kötözködnék? Szerintem itt valaki más kezdte a balét. Ha? Hogy mondod, Michelangelo? Hogy mondod? Ó, F-bárt árulnak. Tényleg? Hogy? Hogy? Ó, igen! Hát ez nagyon csúnya dolog, mert itt F-bár csak én árulhatok, igazam van, Michelangelo? Miről beszélsz? Ha? Igazam van? És senki más nem árulhat, csak mi. Jól mondom? Igen, jól mondom. Robert, miért csinálod? Kussolj be, mert oda megyek. És széttrutmozom a szakállatokat. Remélem érthető voltam. Még egy F-bart meglátok, ami nem tőlem van. Nektek annyi. Ja, most pedig fussatok. Igen, megértettük, uram. Úgy van. Gyertek, srácok, mi meg együnk egy fagyit. Váó, jól beszaradtad őket. De ugye tudod, hogy van egy főnökük? Úgy hívják Gusti. Ott lakik a folyóparton. Micsoda? Na jó van, akkor meglátogatjuk ezt a Gusti gyereket is. Én látogatok-e? Hogy voltok-e? Hát mi a helyzet veletek? Mi a helyzet? Gyertek be, gyertek egy kávéra be! Hogy mi tartok, hogy kicsit van? Hogy? 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 Hey! Ah! Oh! Itt ide! Ah! 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 A kurva élet! Hát gyertek meg egy kávéra, mondom, azt éretem. Na, de figyelj, te seggfej! Azonnal hagyd abba az F-bár árulást! Különben kibelezem anyádat, megértette? Én csak találtam a folyóba, hát. Az engem az nem érdekel. Még egyszer meglátom, hogy F-bárt árultok. Bármelyik kis puszipajtásod. Kibelezem. Nem akarok balhit. Hát én abba hagyom egy bűt. Hát tudod, nem vagyok olyan gyerek. Jaj! Érdelj le! Ne csinálom! Kérlek! Tedd el! Esküszöm! Nem árulok többet, hely! Most megdöklesz! Halljak meg! Esküszöm neked! Halljam meg! Jaj! Elég! Halljam! Halljam meg a gilisztám! Még egyszer! Félre hogy a szar! Esküszöm, nem árulok többet! Most! A picsába! Most! Hogy egyszer a béna el, ülj már! Na végre! Jó, király vagyok! Tiszta mester Lewis! Hey, apu! Hey! Szia! Te vagy az! Mi a helyzet? Figyelj, szeretnék veled beszélni. Arról lenne szó, hogy anyával észrevettük, hogy tudod, csinálod ezt a kis F-bar bizniszt, és észrevettük, hogy azért teli vagy pénzzel, csak titkolod előlünk. Mármint látom, hogy most is vagy 30 000 forintos szemüveg van rajtad, és vagy 200 000 forintos kabát, de nem is az a lényeg, hanem hogy mi is szeretnénk egy kis pénzt. Még a kutya otthonok is jobban keresnek, mert pedigrétet vesznek a kutyáknak. Nem tudom, miből van ennyi pénzük, de az a lényeg, hogy én is szeretnék pénzt, és dolgozom is érte. Szóval, hogyha beveszel a bizniszbe, akkor talán én is pénzhez jutok. Á, értem. Szóval F-bárt szeretnél árulni. Ez nagyon nehéz munka, remélem tudod. Nem csíráknak. Így van, szeretnék. Sok pénzt szeretnék, sok pénzt, érted? És én képes vagyok bárkit megölni, meg ilyenek, szóval csak nyugodtan bíz rám valami feladatot, és add cserébe pénzt. És már meg is van oldva, érted? Egy kis pénzt akarok csak, semmi mást. Ennyi az egész. Nézd, fiam. Az a baj, hogy 17 éves vagy, és még kurvára nem vagy beírve ehhez a feladathoz. Majd akkor árulhatsz F-bárt apáddal, hogyha abba hagyod a meleg pornót. Jaj, apa, most komoly! Na, inkább hagyjuk ezt a beszélgetést. Igen. Tényleg ez a baj. Nézd! Úgy gondolod, hogy ez normális? Csak azért, mert a nőket egy unom egy kicsit. Vagy nem is tudom, a férfiak azok egy picit férfiasabbak. Érted?
Szeretem látni, ahogy az izmos popsijuk. Szóval tényleg meleg pornót nézel? Na már most miért akadsz ki ennyire? Hisz tudtad, nem? Vagy most mi van? Vagy csak kamusztál? Mert akkor én is csak kamusztam, szóval... Én csak kamuból mondtam. Csak hülyéskedtem. Azt a kurva. A faszom. Elmegyünk egy terapeutához. Viccelt. Meg kell beszélni a dolgokat. Ez így nem normális. Tökéletes család. Jó napot kívánok. Tessék helyet foglalni. Még neked is, te nagy darab. Fecó, igazítsd meg a gallérodat. Na, ne basztassál folyamatosan. De, te egy kicsit hülyén áll a gallérod, igazítsd meg. Jó van, doktor úr, képzelje el, hogy... Igazából... Jó van, a lényeg az, hogy hagyjuk most a feleségemet. Miért akarsz engem kihagyni belőle? Meg kell beszélnünk a dolgokat. De most nem rólad van szó. Meg kell értened, hogy most rólam van szó. Rólam. Végre egyszer rólam is lehetne szó. Nem csak rólad mindig. Elegem van, doktor. Tényleg. Ó, igen. És te meg az lávbárokat árulod. Meg embereket ölsz. Meg a rendőrség. Ez a nő megőrít. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet mellette élni. Persze, persze. Feszélyben vagyunk. Igen, legalább adnál egy kis pénzt, de nem adsz pénzt. Sem ennyit sem. Mert kurvára éhezünk, doktor úr. Érti? Éhezünk. Ez az ember egy forintot nem hoz haza. Inkább odaadja a kutya otthonoknak. Ezt még a gyerekeknek sem mondtam el. Bekussolnál végre! A kibaszott fiunk meleg pornót néz otthon! Mi? Ez van, érted? Erről szerettem volna beszélni. Nem arról, hogy én mit csinálok. Most azért mondtam, hogy rólam van szó, mert... És ezért nem hozol haza egy forintot sem? Vagy nem értem? Te az egész családot telibe szarod, de a löncsömet bezzeg bekapod! Igaz? Igen, azt mindig bekapod, mert azt szereted, igen, csak erre kellek neked. És mégis honnan vezetod, csak erre kellek neked? De, csak erre kellek neki. Miért? Meg a pénzem kell még, igaz? Csak a pénzem, meg a farkam. Éhezünk, Fecó, nem érted? Éhezünk, a kibaszott otthon... fiunk meleg pornót néz. Hányszor kell még elmondanom, hogy komolyan vedd a dolgokat? Hogy ez egy milyen jó beszélgetés volt. Nem, de csak sajnos lejárt az időnk, mert jön a következő. Jöjjenek, kikísérem magukat. Egészen idáig. Michael, vagyis Fecó, szerintem nem kellett volna az egész családot elhozni egy ilyen megbeszélésre, csak a fiát. Igen, csak olvastam interneten, jó, hogy... mindegy, hagyjuk. Inkább na, menjen jó, haza. Mindegy. Szabd le a faszom. Majd te az enyémet. Hé, kicsim. Lehet, hogy ma a kanapén kéne aludnod. Áthoznék pár kurvát. Ó, Fecó, te mindig Michael maradsz. Szeretlek, tudod. Srácok!